Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Itt a Kavala Game Channel, Raptor Örömester szolgálatra jelentkezem, és mivel láthatjátok, ismételten itt vagyunk a Raftban, itt vagyunk a mi kis tutajunkon, amit ugye elkezdtünk bővidgetni, és egy ilyen kis hálófogórendszert alakítottunk ki rajta, hogy ugye minél több mindent ki tudjunk horgászni a tengerből. Hogy itt merülgettünk egy kicsit itt a tengerbe, illetve én próbáltam halakat kifogdosni, illetve megsütögetni, meg a cápának, hogy csalit csinálni belőle. Reméljük, hogy ez majd egyszer összejön. Úgyhogy hullámzik itt rendesen a tenger, most azt nézem, hogy tudunk-e itt még esetleg valamit összeszedni. Vagy amit lehetett, azt megtettünk. Azt mondjuk, hogy a cápa megesz minket. És úgy látom, hogy hogy hívják magunknak is annyi? Majd most már tudunk ilyen vas dolgokat készíteni, ugye scrap metal meg bolt kell hozzá. A boltot azt nem tudom, hogy hogyan tudunk készíteni. Itt még csak szög van. Ugye ajánlottátok a vitorlát, hogy ezt meg kellene csinálni, ugye ez scrap metal kell. Viszont ahhoz meg szerintem, hogy hívják, ott kéne csináljunk. Ezt a wingodot se tudom, hogy hogy tudjuk összeszedni. Azért a láncs az legyen nálunk. Minél hamarabb tudjunk reagálni, hogyha a cápa megint itt beindul. És azt hiszem plastikból van kevés, ha jól emlékszek. Az, hogy ezt nem tudunk, vagy nem szereztünk még. Igen, scrap metal meg ilyesmi az van, de az nincs több. Meg vannak itt különböző féle halak. Ugye a cápának ez a kettő kell, ugye ebből a hering van meg, ez a másik, ez nincs. Van ez is, ez a bolt kell. Jó, hát szerintem hát, hogy föl kéne szedni a horgonyt. És elmenni innen, nagyon messzire. Hú, ez homok. Az jó, az hiszem, hogy ez kellett itt a cuccokat fejleszteni. Ugye megfulladok itt a végén. Most egy kis szánkőlendet játszunk. Leúszunk a tengerbe a cuccokért. A hínát azt még mindig nem tudom, hogy azt honnan fogok tudni szerezni. Azt hittem, aha, lehet, hogy ez lesz az, aha, az volt az, szuper. Jó, hát itt a sziget körül kell úszkálni, és akkor találunk ilyen különbözőféle dolgokat. Aha, tudjátok mi a baj? Nincs több ilyen kampóm. És sose tudom, hogy még be kell ebbe tudunk csinálni.
Oké, felmenjünk egy picit. Ez is kő lesz szerintem. Nem, ez clay. Jó, mert az is kell. Azt követ se tudunk többet felvenni, miért? Aha. Jó, hát akkor ki kell ússzunk és le kell pakoljak mindenképpen. Ha, plasztikunk nem lesz annyi szerintem. Ne rágd szét, te szemét! Oké. Okay. Most az, hogy ezek a dekorációk, ezek nem tudom, hogy ezeket hogy tudom kibontani. Mindjárt ki is hajítom inkább. Csak furcsalegesen foglalják itt nekem a helyet. Még ezeket a virágokat is szerintem, mert nem tudom, hogy mikre valók. A vízünk az fogy. Kaja is fogy. Na, van itt baj. Ezt nem tudom rátenni, nagyon jó. Ez már igen. Azt akkor menjünk vissza azokért a cuccokért. Mi jó, hogy a cápa az most nem nagyon foglalkozik velem. Ja. Ugye clay meg ilyen dolgok kellenek ezeknek a kutatásoknak az elvégzéséhez is. Jó, most a cápa nem zaklat minket legalább. Ottan ki tudjuk szedni a cuccokat. Itt úszkálunk a vízbe, összeszedjük nyugodtan a cuccokat, és aztán figyelünk ezekre a sziketekre most már, mert
úgy látom, hogy itt ezekből tudjuk kinyerni a hasznos kellékeket. Hogy tovább tudjunk menni. Aztán megpróbálok majd a következő résszel úgy jelentkezni, hogy egy picit már jobban előrébb haladva mindennel. Itt is van még egy kis scrap, de ne hagyjunk itt semmit most már. Igen, rengeteg műanyagra lenne most szükségünk. Ládákat kéne letenni. Meg úgy kutatgatni. Oké. Egyszer. Ó, jaj. Most meg túl sok kövünk van. Scrap metal elfér, jó. Mi van még itt? Ezt amúgy föl tudjuk venni? Ó. Hát jó, legalább lett egy hely. Ne! Rák! Csárd! Köszi. Ezzel a hal, vagy ezzel mit tudunk csinálni, Biklin? Semmit úgy látom. Vagyis hát lehet, hogy majd meg tudjuk sütni, csak most nem. Jó, kutassunk egy picit. Hát így kaptunk békatalpat, nagyon szuper. És hogy tudunk vajon metált készíteni? Dry brick. Volt ilyen cucc, csak nem tudom már hová brick. Sand meg clay kell hozzá. Na próbáljuk meg. Mi baj lehet? Így van. Igen. És akkor gondolom ez majd szép lassan ki fog száradni. Jó. Ezt vissza. Ezt hiába tesszük ide, ez nem. Ezzel mindig nem tudok semmit kezdeni. Még azt mondja, hogy researched, hogy kitanulva. Hát akkor ezt el tudom dobni? Akkor ez nem is kell, gondolom. Jó. Kipakoltunk azt hiszem mindent. Tovább kellene menni hajókázni. Mert jó lenne itt egy picit fejleszteni ezt a tutajt. Reméljük kiszárad ez a valami. Hol kötöttem ki ezt a hajót? Itt. Oké, hát akkor a végtelenben is tovább. Még ez a cápafej, ez nagyon idegesít, ugye ezt inkább eldobom. Megzavarodok tőle. És a kukaja kéne.
lesz majd egy hordó. Azt nem javítottuk meg. Jó. Ezt megsütjük. Amúgy elég gyorsan szomjas lesz a karakter. Ha úgy nézzük. Nem fa kéne, hanem műanyag. Ott is lesz egy sziget. Szemét. Na, hogy kell ezt a horgonyt csinálni? Er, oké. Okay. Ez kell. Ez is jöhet. Ez is kell. Ups. Szuper. Éhesek vagyunk. Nem felejtek kajálni, az a baj. Kellene még egy doboz. És akkor kipakolni ide a cuccokat, mert... Ez még ez is kevés. Hullámzik a tenger. Hú, itt van egy csomó cucc.
És megvan a szárított tégla. És itt a smelter. Ez az. Ez ami kell nekünk, a smelter. Hét napot túléltünk. Nagyon jó. És az a baj, ez a cápa meg itt úszkál. Most nem vagyunk olyan szerencsés helyzetben, mint az előbb. Ajaj. Mindegy, fölkajáljuk magunkat, és akkor utána meg... megpróbálunk lemenni. A víz alá. Gondoltam. De most hova lettél? Jaj. Gyere ide, küzdjünk meg! Jó, ne küzdjünk meg. Csak vicceltem. Pedig már nem sok kéne neki szerintem. Hol tudjuk olyan legyártani ezt a búváros cuccot? Ez vajon mi? Ugye, ugye? Ugye, ugye? Ez kuka. Most szivat amúgy a víz.
De elég sok nyersanyag van. Egy első ránézése. Mikor nem tudom mennyi idő után fog visszatérni a cápa, de... Most gyűjtögetünk. Azért remélem elég sok levegő vételnyi időt hagy nekünk. Nem. Már itt van. Elég hamar visszajön, az a baj. Ne vigyorogjál! Sekély vízben én vagyok az úr! Nem te! Noletti, gyere vissza! Még nem játszottuk le. Hiha, sikerült neki megkarapni. Okay. Akkor lehet, hogy nem szedjük itt a maradékot. Pedig egész jó kis nyersanyag farmot találtunk itt. Lehet volna még kiszedni a maradék nyersanyagot. Csak a cápa nem nagyon akarja minket. A cápa nem nagyon egyezik ebbe bele. Scrap metal is tele van. Fémünk is van azért elég sok. Ananász mag. Az jöhet. Ezt ide. Van ebből a hínárból is egy kevés. Vagy mi ez? Aha, kellene a smeltert megépíteni. Azt vajon hol találjuk? Itt. 6 darab kell hozzá? Ujjaj. Annyi pont nincs. Akkor, hogy fogunk itt 6 darabot ebből megcsinálni.
kettőt tudunk elkészíteni összesen. Ez nem olyan jó ötlet. Vissza kéne menni a víz alá, ugye? Akkor lenne az igazi. Nem most megy tönkre. Persze, rák szét nyugodtan, hogy ne. Még van a palövia ebbe. Ez lenne jó, de ugye ez kell, ez a cucc. Mi kell nekem? Szerszem. Ez. Ezt se tudjuk megcsinálni, mert nincs ilyen boltunk. Az a baj. Mint hullámzik a tenger becsülettel. Nem tudom, mélyebben vajon van több cucc, vagy ez csak ennyi? Mi érdemes mélyebbre menni? Mit felnyom a tenger? Ó, megint kaja problémák vannak.
Nincs több dínyeit vagy valami? Kókusz mondjuk lenne, de... Más esetleg? Akkor halacska. És pont lerágtott ez... Hát szétrágja a hajómat, nézzétek. Minden sarkát megrágott meg. Ez állandó evés-ivás. És hát ez jó az idegrendszernek, az embernek. Ezek kövek szerintem csak. Ja. Tehát most elég sokat elidőzünk. Ezen a részen. Sok itt a homok, agyagot nem sokat találtam, pedig jó lett volna. Agyagot is találni még. Ouch. Ó, oh, bakker. Nagyon kevés a klé. Meg a HP is. Oké, hogy azok megszáradtak, de... Még mindig kevés. Csak kettő van. Nem kettőt csináltunk, amúgy egyet. Ezek szerint egyet. Ja.
Oké. Na jó, a fiúk, lányok, hát most nem sokat hallattunk előre, most inkább főleg a bányászat volt az, amire rámentünk és megpróbálkoztunk vele, úgyhogy... Na, azt ne rágd el, azt ne rágd el. Köszi. Ez a legértékesebb része a hajónak, bolond vagy? Szóval innen fújjuk majd, hogy és hát nem innen, megpróbálok inkább egy kicsit előrébb hallani, hogy nem mindig azt lássátok, hogy itt bénázok, és akkor fölhúzni erre egy normális bázis dolgot. És úgy fogunk tovább menni majd. Úgyhogy legközelebb, amikor jelentkezek majd egy következő résszel, akkor addigra megpróbálok itt tényleg egy normális bázis kialakítani, tényleg ezt ne kelljen, nézzétek, hogy itt bénázok a víz alatt, meg minden, hanem hogy legyen már az ér, amit meg is tudok mutatni. Mert úgyis ugye fát meg ilyesmit kell gyűjteni, ahhoz viszont el kell indulni, és akkor itt porszívózni fel mindent. Meg itt a dobozokat is majd át akarom rendezni, jobb lenne egy kicsit erősebb, meg komolyabb doboz. De hát ugye ahhoz mindenképpen meg kellene csináljuk ezt a smeltert. Ugye ajánlottátok, hogy csináljuk meg ezt a vitorlát is. Lehet, hogy ezt is majd minél hamarabb be kellene fognunk munkába. És ez meg szerintem a jelzője neki, hogy merről fúj a szél. Gondolom én. De ezt csak gondolom, úgyhogy innen fújjuk majd folytatni a kis raptot. Úgyhogy itt már addigra reméljük, hogy egy jobb bázis fog állni. Mindenesetre én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És akkor várlak vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók legyetek. Halljali, sziasztok!